Köszöntöm főorvos urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a lehetőséget, és várom, hogy mire kíváncsiak velem kapcsolatban. Köszöntöm a televízió nézőket, a hallgatókat. A főorvos ura 2. választókerületnek az önkormányzati képviselője. Hogyan értékeli az elmúlt időszakot? Mit valósultak meg a kerületben? Igen, hát a 2. választókerületet örököltem meg Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrtól. Hát ugye akkor 4 évvel ezelőtt én úgy csöppentem bele a önkormányzati képviselőségbe, hogy Kovács Sándor volt a megválasztott képviselő ennek a körzetnek, de ugye változtak a törvények, összeférhetetlenség alakult ki a megyei közgyűlési elnöki státusza és a területi képviselőség között, ezért le kellett adni ezt a mandátumot. És hát akkor én kaptam meg ezt a, én nyertem el ezt a választókerületet. A egy év, fél évvel később történt választás során. A terület 2 körzetből áll, egyrészt van egy belvárosi lakóövezet, ami ugye a Fanzónak nevezett körzetek arcának. Itt ugye régóta betelepült területről van szó, ahol kertes házak vannak, közintézmény szinte nincs is ezen a területen, lakóövezetnek tartható, és van a 4-es választókörzet, ami a, hát már a Damjanics utcán kívüli területeket érinti. Ennek egy érdekes összetett választókörzet részben van egy kertvárosi jellegű része, ugye a nagyvénkerti lakóövezet, ahol vannak Karcolon legutóbb betelepült lakókörnyezet, ahol szintén kertes házak, jobb, úgy mondhatnánk, hogy jobb módú lakókörnyezet alakult ki. Ugyanakkor van egy szintén nem túl régi, a 80-as években épült bérház, most panel beépítésű, nagyvárosias jellegű lakókörnyezet, és hát van egy nevezett kisvénkerti kerti lakóövezet, ahol hát félig meddig inkább külterületi ott élők lakják, sokkal szerényebb körülmények között élő emberekkel. Tehát egy elég összetett lakossággal kell bánni. Sokféle megkeresés nyilván van ezekről a területekről. A Fanzug szempontjából inkább a infrastruktúra előregedése miatt kell különböző munkákat elvégezni. A járda felújítások, az árkok rendbetételesek, árkoknak a befedése, átjáróknak a javítása, tehát ilyenek merülnek föl általában a lakosság szempontjából az önkormányzat felé, míg a kinti lakókörben, ott pedig hát inkább a élhetőség szempontjából fontos beruházásokra kellett sort keríteni. Például a nagyvénkerti lakótelepen ugye létesült egy nagyon szép kosárliget, edzőpark, ami tényleg földobta ennek a területnek a élhetőségét, színvonalát. Nagyon szeretik a fiatalok, az egész városé is természetesen ezek a beruházások, és nagy szeretettel látom, hogy sokan, ha jó idő van, akkor használják ezeket a sportlétesítményeket, de sok mindent lehetne majd itt csinálni, hát nyilván még a elkövetkezendő évek képviselőire hárul az, hogy azért az élhetőség, a felvirágoztatása ennek a külső kerületnek, nagyvénkerti lakótelepnek azért még jó néhány beruházás.
beruházást igényel, hogy igazán színvonalassá és jól lakhatóvá tegyük ezt a lakókörnyezetet. Az ott lakók, a kerületben lakók is összefogva egy emberként, együttműködve viszik végbe ezeket a feladatokat egymással kommunikálva, nyilván, mert ez elengedhetetlen egy ilyen környezetben. Hát igen, nyilván, hogyha valami utcát, vagy a lakókörnyezetet érintő változtatásról van szó, akkor mindig a környezetben, a utcában érők közös és egyöntetű javaslatát lehet figyelembe venni, mert nagyon nagy széthúzás szokott időnként lenni, tehát vigyázni kell azzal, hogyha egy megkeresés érkezik, akkor körül kell járni, hogy többiek is úgy gondolják ezt a például egy fekvőrendőr elhelyezése az utcában, ami lehet, hogy az éppen utca elején lakónak tetszik, de lehet, hogy a beljebb lakók már nem úgy gondolják, mert mindig az utca közös véleménye alapján lehet az ilyeneket eldönteni. De általában ezek a közlekedési rendnek a változtatásával kapcsolatos dolgok, amik hát ilyen közös megegyezést igényelnek. Hogyha a főorvos urat valaki szeretné megkeresni, milyen időpontban, hol teheti meg ezt? Mire a lehetőség? Hát ugye hivatalosan minden hónapban van fogadó óra. Az általában én a kedvi napot szoktam erre kiszúrni, kérdem 5 óra körül a városházát. Ezek ilyen 1 órás fogadó órák, ott lehet megtalálni, amit a városi újság az mindig időben közül, hogy mikor vannak ezek a fogadóórák, minden képviselőnek van. Ezen kívül nyilvános a telefonszámunk, hát természetesen megkeresnek telefonon nagyon sokan, akár fűnyírás, akár bármi más igény esetén, és akkor konkretizáljuk, akár kimegyek, megnézem, hogy mi a probléma, és akkor úgy értesítem a városgondnokságot, vagy az önkormányzat felelő intézményeit, hogy mi a megoldás, hogy próbáljuk orvosolni a helyzetet. A telefonszámom az nyitott, hát nyilván én elfoglalt ember vagyok, azért nem biztos, hogy mindig fel tudom venni a telefont, ezért hát inkább a délutáni órákban próbáljanak keresni, az azért sikeresebb. Én megköszönöm Forrós úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és jó munkát kívánok az elkövetkezendőben is. Még egyszer nagyon köszönöm a meghívást is, nagyon jó egészséget, és hát boldog jövőt kívánok mindenkinek, a karcagi kosoknak és a televízió nézőknek, a rádió hallgatóknak. Köszönöm szépen!